Ezen a héten zajlik az Európai Méhnyakrák megelőzési hét, melynek keretében a nőgyógyászati daganatos betegségek elleni küzdelem fontosságára hívják fel a figyelmet. A méhnyakrák az emlőrák után a második leggyakoribb rosszindulatú daganat a 45 éven aluli nők körében. A betegség leggyakrabban 30-40 éves korban alakul ki, de előfordulhat a menopauza után, de még a 20-30 évesek körében is. Magyarországon évente mintegy 1500 nőnél fedezik fel a betegséget, és mintegy 400 hölgy veszíti életét a betegség következtében. A legfőbb kockázati tényező a humán papillomavírus okozta fertőzés, ami korai stádiumban általában tünetmentes, és időben diagnosztizálva teljesen gyógyítható. A nőgyógyászati rákszűrés egy ártalmatlan, pár percig tartó, nem fájdalmas vizsgálat, amelyen a szakma véleménye szerint a fertilis korú nőknek akár évente érdemes részt venniük. 60-70 év az a határ, amikor azt mondjuk, hogy akár két évente is elégséges egy ilyen szűrővizsgálat elvégzése. A rendszeres szűrés mellett a betegség elleni küzdelem egyik legfontosabb eszköze a méhnyakrák elleni védőoltás, melyet ideális esetben még a szexuális élet megkezdése előtt javasolnak a szakemberek. Ennek megjelenésekor Székesfehérvár volt az első megyei jogú város, amely finanszírozta a lányok beoltását, ma pedig már a Nemzeti Oltóprogram keretében kaphatják meg ingyenesen fiútársaikkal együtt, mivel a fertőzést ők is hordozhatják. Ösztör Anna Mária egészségügyi tanácsnok arra kéri a fehérvári szülőket, hogy oltassák be gyermekeiket, hiszen az egy életen át védettséget ad. Székesfehérvár az elsők között volt, ahol önkormányzati forrásból ezt biztosítottuk a lányok részére, és ahogy nézem a mostani oltási adatokat, hát azok a 90% körüli oltási adatok, én azt hiszem, hogy így utólag nézve büszkék lehetünk rá. Én nagyon remélem, hogy az oltás körüli mizériák, macerák ennek az újdonsága, ez nem fogja befolyásolni a szülőket abban, hogy beadassák a gyerekeiknek ezt a valóban életet mentő oltást. A Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda közösségi oldalán is olvashatunk többek között a méhnyakrák fajtáiról, tüneteiről, a megelőzés szolgáló HPV-oltásról és a szűrésről, valamint a héthez kapcsolódó programokról és kezdeményezésekről.